Új kiállítása nyílt Ai Weiweinek, a világhírű kínai művésznek a londoni Lisong galériában. Az aktivistaként is ismert alkotó munkái most is, mint mindig, politikai tartalmúak. A tárlat egybeesik a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 70. évfordulójával. Ez a nap számomra szomorú. Itt egy nemzet, amelyet 70 éve alapítottak, de soha nem fog bízni saját népében. Soha nem engedi meg, hogy az emberek szavazó cédulát lássanak. És soha nem engedélyezi a független igazságszolgáltatási rendszert. És nem lesz szólásszabadság. Sokféle módon vét az emberiesség és az emberi jogok ellen, mondta a művész. A kiállításon látható a Trump elnököt vizsgáló Mueller bizottság jelentésének kinagyított első oldala Lego kockákból összerakva. A repülés álmainak törött szárnyai című installáció 2015-ben készült. A művész abban az évben szabadult, miután ítélet nélkül börtönbe zárták Kínában. Szereti ábrázolni a természet formáit, mitológiai képeket, embereket, de minden a politikához lyukadt ki. Nem lehet a mai világot anélkül nézni, hogy ne látnánk, hogyan alakítják azt a gazdasági erők. És mindezt a politikusok és a nemzetközi feszültség tartja nyomás alatt. A művész szeretne kreatív és képzeletgazdag lenni, és így a politikával is kell foglalkoznia, magyarázta a kurátor. A Roots, vagyis Gyökerek című kiállítás november 2-ig látható a londoni Lisong galériában.